És egy nagyon-nagyon érdekes szituáció lett az ugye, amikor kerekesszékes és nem kerekesszékesek táncolnak együtt. Úgyhogy úgy gondolták, hogy ők ebből rendszert csinálnak, és aztán így alakult meg a Paradise Company. Jó velünk a világ, jó velünk a világ. Itt ez is van, jó velünk a világ, jó velünk a világ. Még vannak csodák, jó velünk a világ.
Aztán az Arany Tízműveledési Központban lesz jövő hét pénteken egy rendezvény,
aztán március végén is lesz valami, utána megyünk egy egyhetes tánctáborba Lakitelekre. És hogy látja a közönség, az hogy viszonyul a kerekes tánchoz, kerekeszékes tánchoz? Ez egy nagyon furcsa dolog, az épp járó, egészséges ki, hogy szereti közönségtől. Általában azt a visszajelzést szoktuk kapni, hogy elfeledtetjük a hétköznapi gondokat, és szinte még el is szégyelik magukat, hogy az ő csipcsuk problémáikat milyen nagy problémának tekintik, és bezegni ilyen körülmények között is mennyire vidámak tudunk lenni. A sérült közönségnek pedig egyfajta mintát nyújtunk, hogy meg kell találni minden körülmények között az életcélt, az életörömet. Hányan csatlakoztak már önökhöz? Hányan vannak táncosok? Most olyan 8-9, és sose tudom pontosan követni, mert mindig jönnek, mennek az emberek. De van, aki akkor kedvet kap hozzá, és akkor csatlakozik. Volt olyan, aki egyébként korábban kicsit bélabúsabb volt, vagy hát bánatos volt, és akkor csatlakozott önök közé, és teljesen más lett az életfelfogása? Igen, van egy fiatal hölgy tagunk, akit kamaszkorában ért autóbaleset, és ő például közöttünk nyílt ki teljes egészében, megtanult egy csomó technikai dolgot, kezdve azt, hogy kell a kerekesszékbe átülni, öltözködni, autót vezetni, és közöttünk vált érett felnőtt nővé, ma már gyereke van, tehát ebből a szempontból is nagyon sokat segít a tánc, a társadalmi tudatformálásba és a sérült embereknek, meg a mindennapi életüknek a boldog, tartalmas megélésében tulajdonképpen. Tánc közben önök látják a közönséget? Persze, igen. És milyen arcokra várnak? Eleinte én mindig azt veszem észre, hogy rettentően csodálkoznak, ilyen kik ezek, és hogy kerültek ide, ez a feeling, és utána egyre szétterülőbb mosoly van az arcokon, és nagyon tetszik nekik, hogy nagyon pozitív. És a taps, hogy esik önöknek? Természetesen nagyon jól inspiráló. Én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor mindig egy ilyen mágikus pillanat jön létre, amikor kölcsönhatásban vagyunk a közönséggel, és inspiráljuk egymást. Itt vagyunk most az utazás kiállításon, ez egy nagy rendezvény rengeteg látogatóval. Mennyire tudnak önök most itt közlekedni, illetve megnézni a standokat? Ez teljes mértékben akadálymentes, és van egy akadálymentes utazási iroda, az ő meghívásukra vagyunk most itt. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride back. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic. I like to move it.
köszönjük a ritmusos tapsot, így néz ki jól.